Ez év július 1-e előtt még Szegedre kellett szállítani azokat a betegeket, akiket szívinfarktussal vitták be a Gyulai kórházba. Ettől az időponttól azonban már itt is el tudják végezni az életmentő beavatkozásokat. Jambrik Zoltán részlegvezető főorvos azt a katétert mutatja, mely segítségével jutnak el a beteg szívéhez és nyitják meg az elzáródott ért. Bár európai szinten nincs okunk panaszra az ellátást és a rendszert illetően, a legfontosabb előrelépés az, hogy jelentős időt lehet megtakarítani, ami akár életmentő is lehet, ugyanis az infarktus kialakulását követően mielőbb szükség van a megfelelő ellátásra. Magyarországon van egy jól működő szívkatéteres rendszer, egy megfelelő eszköz és személyállománnyal, ami nyugati országokat is megszégyenít néha. Ellenben egyik utolsók vagyunk az európai régióban, a tengetetében, hogy a beteg mikor jelzik a mentőnek. És mivel az időfaktor nagyon fontos a betegségben, nagyon fontos, hogy minél hamarabb szóljanak a mentőnek, hogyha panaszok van. Tehát alapvetően fontos, hogy a beteg a 10-15 percnél tovább tartó mellkasi fájdalmával orvost hívjon. Akár a mentőt, akár a háziorvost ki lehet ilyenkor hívni. A mentő abból szerencsésebb, hogy EKG készülékkel felszerelve profi személyzet tudja megállapítani, hogy van-e olyan probléma, amelyeket azonnali kórházi ellátásra kell utalni. Korábban elsősorban a 60 év felettieket veszélyeztette leginkább a betegség, ma már azonban nem ritka, hogy 40 éves kor környékén ér valakit szívinfarktus. A kórház szempontjából már régi igény volt egy ilyen kardiológiai centrum kialakítása. Ez a kezdeményezés egy 10 éves múltra tekint vissza. Akkor indultunk el azzal, hogy mindenképpen jó lenne Gyulán szívkatéterezést kezdeményezni az ellátások szélesítésében. Ennek a szívsebészeti hátterét a Szegedi Egyetem Szívsebészeti Központja adja. Ez azért nagyon fontos, mert amikor valakinek egy heveny érelzáródása, trombózisa alakul ki a szív koszorú sereiben, akkor az ellátást egy megfelelő időkereten belül nagyon szerencsés, hogyha legalább 3 órán belül, vagy minél rövidebben el lehet látni. Amennyiben a megfelelő időben műtőasztalra kerül a beteg, biztonságosan elvégezhető rajta a szükséges beavatkozás. Vagy a csuklóartérián leggyakrabban, az Magyarországon 80-85%-ban, vagy pedig a lágyéki artérián egy kis szúrást ejtünk, ezen keresztül fogunk felhatolni egy katéterrel a szívkoszorút megkeresve. Ez a katéter praktikusan egy műanyag csövecske, ami megfelelőzött formára van formázva. Amikor meglátja, hogy hol van elzárva az ér, annak a megnyitását azt megtesszük, és még mindig nincs vége. Ez az első nagy lépés, ahogy a beteg túlélje ezt az infarktust. A következő nagyon fontos rész a nem katéteres kollégáknak a munkája. Őrzőbe, koronárőrzőbe, invazív, intenzív osztályra kerül a beteg, és itt azért több napos, hetes ápolásra van szükség, hogy ő úgy tudjon hazamenni, hogy biztonságban van. A kórházban jelenleg folyó beruházás befejezését követően a kardiológiai centrum az új sebészeti tömbben kerül majd elhelyezésre.